Kedves nézőink, köszöntjük Önöket, illetve a Pannonrádió hallgatóit is, ugyanis két sávon fogjuk majd zúzni ezt a beszélgetést. A rádió hallgatók és a televízió nézők is megtekinthetnek bennünket, illetve meghallgathatnak bennünket. A Pannon reggeli csapata, ami eredetileg Pannon fünfként üzemel, most fiam vagyunk, fia, négyen vagyunk, mivel COVID egyéb elfoglaltságai miatt ma nem tud jelen lenni. Kibeszéljük. Technikai okokból távol marad. Kibeszéljük, köszönöm szépen, Korné. Tehát kibeszéljük az év eseményeit, a külpolitikát, a belpolitikát, görbe tükröt tartunk minden elé, ami mozog és ami nem mozog. Szevasztok, fiúk, hogy vagytok? Szia, Zotya! Szervusz, Zoltán, jól vagyok, jó, köszönjük vagy? Szépen. Üdvözöljük a kedves nézőket pompással. És persze a hallgatókat is. Meg kell, hogy hát mi dicsérjem a... napján is itt ülünk a tévében, persze. Persze, hát és meg kell, hogy dicsérjem a pólódat, Il Padrino. Köszönöm Sicilia. Szépen. Igen, úgy éreztem, hogy az alkalomhoz méltó, illő. Igen, az alkalomhoz méltóan. Tartanak igen. A próbák, Árpád? Igen, tartanak tőlem a próbák, igen, tartanak. Főleg. De ezt egyfajta fenyegetésnek is vehetjük. Hogy természetesen, ez magától értetődik. Tehát mielőtt rátérnénk itt a konkrét dolgokra, fiúk, hogyan értékelitek ezt az évet? Milyen volt számotokra? Boldogan zárjátok, vagy úgy már alig várjátok, hogy befejeződjön? Inkább olyan volt, mint egy hullámvasút, egyszer fenn, egyszer lent. Érzelmi sokszor féltünk. De valahol tudtuk közben, hogy azért csak jó lesz a vége. Igen, igen, Péter ilyen emotív ember, tehát tulajdonképpen a napi emócióit azt úgy éli meg, mint politikai eseményeket, de ez tulajdonképpen nem így van. Vagy igen, lehet, hogy, vagy igen, lehet, hogy vagy egy ilyen transz, hiper és egyéb kapcsolat van a te emócióid és a világ eseményei között, ez lehet. Nem tudom. Péter, ez tulajdonképpen egy állandó választási kampány. Igen. De már nem rólam beszélünk. Legalábbis kinézetre az. De te vagy a Pannonfilm alapítója. Nagyon szépen említem meg a hússzínű ingedet, ugyan is már értek fenyegetések. Árpád különben rájöttem, tehát ennyi idő alatt, amióta műsorokat vezetek. Melegfront Petivel. Már terveztünk egy ilyen műsort régebben. Árpád kell rájöttem, hogy semmit nem ért a divathoz, de hát amint valami divatos göncbe jelenek meg, akkor rögtön kapom a magamét, érted? Mi ez a zöld krokodil itt a mellkasodnál? A kedvenc márkámat jelzi. Az enyém is, az enyém is. Hát tudom, Pacsi. Most komolyan, ilyeneket persze, csinálj? Hogy ez igen. Egyszer volt egy vendégem, aki ott lefeküdt a stúdióban, és így aludt, mert annyira unalmas. Mi semmi kell a kínai produkálta magát. Igen. Jobban az ázsiai dolgokat szeretem. Igen, a neki meg az acadi, ez a két kedvenc. Tulajdonképpen ez egy ilyen kettős érzést vált ki belőlem ez az év. Egyrészt nagyon sok szép élményem volt, többek között ennek a cégnek köszönhetően, és többek között nektek köszönhetően is. Ez itt a reklámhelye. Nem, önnek, nem ez a szeretet beszélek, helye. Vele beszélek, te most nem viháncolják. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy nagyon szép élményeket kaptam tőletek is, és magától a lehetőségtől, hogy itt ilyen iszonyatosan komolytalan beszélgetéseknek a részvevője lehetek, mint ami most is zajlik. Ez a másik, meg hát, mit tudom én, az ember mindig, amikor egy évvel öregebb, akkor pont annyi százalékkal érzi rosszabbul magát. És az is nagyon fontos, hogy építő jelleggel tudtál ebben a rombolásban részt venni. Igen, természetesen. Igen, köszönjük nálam a szép szavakat. A kalapács. Kornél, te hogyan értékeled a 2013-as évet? Hát kizár dolog, mert nem tudom. Én túl homályos minden. Kiesett az egész neki. Teljesen. Az egész. Gyakorlatilag az egész egy Pannon reggeli volt. Ilyen extázis. Ozzy Osbourne. Mint ahogy Ozzy Osbourne. Igen. Azt nem tudom, hogy akkor mit csináltam. Valami ilyesmi. Nem, hát tényleg, hogyha nézzük a politikát, hát nagyon fontos, hogy megjelent Szerbiágén újra egy megmentő. Igen. Aki ugye zárakat is széttör, még minden egyebet csinál. Mielőtt a megmentőkről beszélgetek. Nem beszélünk róluk. Számodra nagyon nagy év volt ez, nagyon komoly év volt. Igen. Ugye elsősorban rádiósztár lettél, énekeltél egy dalban. Ennek az elkészítéséről a későbbiekben majd beszélgetni fogunk. Kaptál egy Pulver-díjat. De hát ez mind tirólatok is elmondható, tehát ebben nem én ugye. Hát jó, már régóta benne vagyunk ebben a dologban. Amit ugye eddig nem tudott összehozni, azt így a klimaktérium kihozta belőle, kiharcolta magának a popstárságot, ugye így 50 körül, akár csak én, tehát igen. Bár én a punk, az is volt. A hatodik X-emet azt ne tagad le azért. Igen, én is. Én punk együttest akartam alapítani mindig is fiatalabb koromban, de csak egy de ilyen... Most már elég nevetséges. Csináljunk egyet. De te fogsz ugrálni a gyűvöltet. Igen. Tehát de a nevetségesség már garantál. De várjátok, azt mondta, Árpád azt mondta, hogy ma délelőtt külön a műsor miatt mosott hajat. Hogy rázod a hajad? Reggel. Headbanger. Igen. Mit egy headbanger? Ugye a Soltész Rezső verziója van, a kócos fürtjeim beszélt. Igen. Nincs, én is úgy ráadnám a hajam, de nincs. Igen. És satírozod, vagy így kopik a színe neki? Hogy satírozod? Satírozod, vagy kopik a színe? Ez az eredeti szín, ez az eredeti szín, hogy is patinírozott szőke.
Igen, csak Plata, a dolgok kiment belőle. Mozdonyszőke. Ha már a nagy embereket említetted, ugye gondolom, hogy Vučić úrra célzol, aki nem más, mint a miniszterelnök helyettes. Ő az. Nagy reformokba kezdett bele. Ez itt az. Ez itt az? Vagy te másik nagy emberekről szerettél volna beszélni? Én nem tudom, kiről akartam beszélni. Hát gyakorlatilag zerű belekezdtél abban nagyon sok emberek. Nagy emberekről beszélünk, így a Csernikről nézek és leblokkolok. Félsz, na. Mi? Nem, hát persze őrá céloztam. De hát, céloztál. De hát ő még mindig csak póker arccal a kártyákat tartja az arca előtt, és hogy mi fog ebből kisülni. Mi a véleményetek arról a kampányról, amit indított a bűnözők ellen, amit így hihetetlen nagy erőbedobással és elánnal zúz végig. Jézus, most akkor rögtön, te nem merek én itt erről nyilatkozni. Hogy há, hogy ne, hát nem merek én kimenni az út. Ugye, csörnünk ezek a rendőrök. Erről az én véleményem az, hogy ez tökéletesen eltakarta azt a hírt, ami így helyjel közel jelent meg, hogy mindannyiótoknak gratulálok. Most mi négyen napi 4 euró adósságot szedünk össze ebben az országban. Hát legalább. Minden ez hivatalos kimutatás, a statisztikai intézet, belgrádi valamelyik statisztikai intézet mutatta ki, hogy napi 8 millió euróval adósodik el ez az ország. Ez nem olyan rossz. Mindig. Hát azt, de csak, tehát a jelenlegi adósságodhoz képest... Ez fejenként napi 4 euró? Igen, tehát... Zökkarnál szerintem 8. Nem érti. 1, 2, 3, 4. Fejenként 1 euró. Durva. 4, hát az simán. Ez 365 euró évente, amit... Csak te személyesen összeszed úgy adósságot, hogy nem költöttél semmit. Innentől egy kávéval kevesebbet iszol, akkor te nem adósítottad tovább az országot. Tehát summázva a kérdésre a választ, igazából kitűnően el tudta ezt takarni, ezt a tehát úgy érzed, hogy az igazán fontos dolgok, az igazán fontos híreket marginalizálják. Nem, ez nagyon gonosz volt különben, ez amikor ők megkezdték ezt az eljárást itt, akkor mindenkit elkaptak, akit kellett, meg azt is, akit nem. De hát mindegy, az volt a lényeg egyedül, hogy a statisztika jól mutasson. Ennyi. Hát gondolom, az annyira... Gondolt, hogy ez erről szól? Nem emlékszem, hát mennyi csevakot, konyakot kellett bevinni. De most csak mondjuk a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez például ez is egy feltétele volt. Formában, tehát az uniós közeledésnek a feltétele volt az, hogy korrupció a korrupciót vissza kell szorítani. És visszaszorították? Hát visszaszorították. Papíron? Nem szorították vissza. Nem szorítottak. Mit csináltak? Vissza. Látványos akciókkal bezsuppoltak egy egész sor ismert nevet, ugye köztük Miskovicsot, Kassa Józsefet és még nagyon sok mást. Azt hallani, hogy a bírósági perek nagyon vonatottan haladnak ezekben az ügyekben. Tehát jó, de ezek lassú, az ügyek nincsenek végigcsinálva. Ugye decemberre hatalmas nagy letartóztatásokat ígért Vučić apánk, ígért nekünk, hogy hívják, Darko Sáritjot, meg hasonló mindenféle földi jókat. Nem kaptuk még. Hát figyelj, végül is van még, amikor ez a műsor készül, még van 3 nap az évből. Igen, tehát, lehet, hogy a nagy duranás az lehet, hogy úgy fog kinézni a belgrádi újévezés, hogy nem tudom én, a Céca énekel, a Darko Sáritjot még így elvezetik előtte, hát ott lehet, a főtéren. Lehet. És éjfélkor rendkívüli sajtótájékoztatót tartanak. Igen, igen. Aztán a tűzijáték helyett kilövik Vučićot, és akkor így szétszáll milliónyi darabkára, és mindenkinek a szívébe költözik egy kis Vučić. De igen. De hogy zárakat is tör Vučić rendszeresen. Én jó vagyok személyi kultuszban, no. Zárakat is tör Vučić rendszeresen. Hát ő ilyen. Igen, azért, mert nagyon ideges lett. Így szereti. Oda mentek hozzá így a főmuftik, és mondták, hogy akkor mi most szeretnénk 13. fizetést kiosztani így az embereinknek. Akkor Vučić ettől olyan ideges lett, mert mondta, hogy hát nincs elég adósságunk így, és akkor azt mondta, hogy akkor most takaroljatok innen, és így kitölte, kirúgta az ajtót. És az egész pontosan így történt, Péter ott volt. Hát ő kért a 13. Jancsó Miklós egyik filmében van, azt hiszem, az a rész, amikor az egyik főszereplő meghal, és aztán megtalálják a poharait, és az egyik le van harapva a vége, mert hogy épp azt itt, amiközben elhalálozott, és akkor mondták, hogy hát ez izlandi kristály, és akkor megállapították, hogy hát Istenem, hát azt szereti. Nem, de egyébként ez a Vučić jelenség, ez tényleg az a megjátszása, hogy ő előadja ezt az önfeláldozó szentet, aki hiába hát a népért meg kell tenni, mert nem vagyok én olyan nagyon népszerű. És most tényleg, most legutóbb ez volt egy-két nappal ezelőtt, ugye eddig ugyan jó volt, hogy 70 meg 80 meg 120% őt imádja, de most azt közölte tegnap vagy tegnap előtt, hogy igen, most meg majd az lesz, hogy minden nap előjönnek egy másik problémával, és ezért minden leszek a felelős. De hát ugye nem ő volt az, aki korábban ígért, hogy ezt mind megoldja. Hát igen, ő mondjuk előzőleg más csapatban játszott, és aztán most megint egy másik csapatban. Nagyon szépen megfogalmazta. Tehát azért itt a csapatok megváltoztak, meg így a játékos cserék megtörténtek. Hát igen, nem volt mindig pacifista, fogalmazunk. Annyit azért szeretnék ehhez hozzátenni, hogy mindez, amit most ők így szlogenek szintjén
plaszíroznak, nem mondjam ezt a csúnya szót, hogy nyomatnak. Ugye az elmúlt 13 év alatt bárki megtehette volna. Csak a szlogenek és a jelszavak szintjét, de még az sem történt meg. Tehát azért végén teljes mértékben nem mondhatom, hogy elégedetlen vagyok, mert legalább a populizmus szintjén történik valami. De szlogenek szintjén szlogenek szintjén zajlott ez 13 évig. Hát 2000 előtt nem, de onnantól csak szlogeneket hallgattunk. A másik viszont az, hogy Jennynek abban a részben igaza van, hogy de hát ez a nagy trió közül azért be kell, hogy valljuk, hogy tényleg hát Vucic az egyetlen szinte, aki igazán húz nyugatra. Gondolod? Nekem tegnap koppant az állam, most megint nem mondom meg a tévénézőknek, hogy milyen nap van, de ez tegnap volt, amikor Dacic... Cornél nem tudja, milyen nap van, arról most ne beszéljünk. Igen, delirium tremens és egyéb nyavaják. Igen, tehát az történt tegnap, hogy a parlamentben kérdéseket lehetett föltenni a kormánynak, és Dacic, aki különösen ugye a Szerbia gáz miatt alapvetően én úgy éltem meg, mint Moszkva orientáltságú embert, volt egy ilyen kirohanása, hogy a gáz szerződés aláírása az oroszokkal, ez egy marketing lépés volt, ami ráadásul káros az országra nézve, ő azonnal követeli, hogy ezt bontsák föl, még ha a koalíció meg is inok, sőt azt mondta, hogy ennek az aláírása ez hazaárulás volt. Tehát az is nem tudni, hogy amikor ő legutóbb Brüsszelben volt, ott Katarínával mi minden történhetett, de most valahogy máshogy beszél, valami nagyon szépet kaphatott. Meggyőzhette? Hát figyelj, a szépségével nem, akkor az okosságával. Tudásával. Vagy végre leforgatják a filmet, amit már megígértem, a Pasim Tacsi. Igen. És szeretne beüst főszerepet kapni. Igen, ez egyébként Oliver Stone forgatja, de nem, tehát elsősorban Tacsiról és Dacicról. Dacicról, és ennek az... Hasim Tacsics. Az lesz a címe, hogy egyágyban az ellenséggel. Hát ez a második rész. Szép. Vagy ez az egyik lehetőség, de vannak még olyan tervek is, hogy a barátom, szárom, a párom, meg stb. Tehát vannak még ilyen lehetőségek. De ezek már ki vannak lőve. Nem baj. Egy jó remake-re mindig van lehetőség. Arra igen. És mi a helyzet az államfővel? Nikolic úrral? Engem nem tüntetett ki. Kitüntetett mindenkit, egész évben tüntetett ki embereket. Az nem kitüntet, és az a kis kroki ott rajta? Lehet, hogy az, csak azt ők pénzben nyilvánult meg, azért tudta megvásárolni ezt a méregdrága felső. De most mire gond? A Szent György megöli a sárkányt, a lovagrend. Ugye, mi a zöld, nem Rubin, a zöld, a zafír fokozata. Nem? Nem érted ezt? Vagy a smarag. Értem, csak nem vicces. De érthetnéd is. Igen. De most mi arra gondolsz, hogy itt kitüntette az egyházfőket? Hát nem az egyházfőket, Péter. Gyakorlatilag mindenkit, aki a közelébe jár. Szinte a középületekre is aggatott egyik. Ne közelíts hozzám, mert kitüntetlek. Nekem nincs még kitüntetésem, az úgy zavar. Hát figyelj, egy akkor... Egy kitüntetés mindig jó. Akkor leugrunk Belgrádba, nem probléma. Az elnöki palota körül kóleszolunk egy fél napot, majd csak kapunk tőle. Valami kitüntetést illene most már. Hát figyelj, ha neked a... Szóval, ugye volt, de emlékeztek, volt ugye régen az a szitokszó magyar honban, hogy rajzoljon körül a doszpot, Péter. Én ezt valahogy így élem meg, hogy tüntessen ki téged a tómó. Hát ugye? Én nekem az az érdekes, hogy egy, aki olyan funkcióban van, mint ő, ugye ő neki tényleg ilyen diplomáciai munkát kellene végezni. Ő képviseli a mi országunkat. Ő az mint ország ahogy, arca. Igen, ő az országnak az arca, mint ahogy nekem nagyon emlékezetes volt, egy nagyon jámbor volt. Ugye, savanyú arc, kicsi sárga, de a miénk. Súlyom Magyarországon. Na hát most ilyen kéne legyen Nikolic. És én őszintén mondom, gyerekek, én nem tudom elképzelni, hogy Nikolic, amikor elmegy, hogy ő milyen, hogy ő hogy tudja ezt csinálni. Ez mennyire ilyen morbid nekem egy picit. Hát biztos, hogy a Nikolic megy így képviselni hogy minket, I am president, felé. Hello. De egyébként egy kemény hát arc. Here is a plecsni. Igen. Here is a plecsni. For you. Jó van, azért van egy megjelenése, tehát azt azért nem kell... Mindenkinek van egy megjelenése. Jó, az enyém az általában a nyomtatásban szokott. Én például nagyon szeretem, most már később majd rátérünk arra is, hogy miért szereted Nikolicot? Nem azért, hogy miért szeretem Nikolicot. Tíz oka, miért szeretjük Nikolicot. Berlusconi is mennyire vicces, de azért van neki egy stílusa, van neki egy megjelenése. Hát jó, hát őt szereted, ő a példakép. Jó, és most Nikolicnak stílusa van, vagy megjelenése szerinted? Talán mind a kettő szerintem. De az, hogy mit mond utána, az hova nézd, fog jutni, nem tudom tisztelni ki. Azt az embert, aki 50 éve olyan arccal jár, mint akit egyszer valaki megsértett, és ő nem tudott neki megbocsátani. Ez a sértett világfájdalmat vágó arc. Én ezt Vucsicon is látom egyébként. Pukkadni lehet. Jó, hát Vucsic, ő pukkadós.
Következő. Őtől elvették a játékját is, hogy azóta ezt így megtudták. Parancsolj, Csernik úr, nehogy itt még előjöjjön belőled a keresztapa. Én valahogy úgy látom ezt. Ja igen, tehát én ajánlottam már különböző segédeszközöket, hogy mindig akinél van a párna, ez beszélhet. Az vagy a párna egyébként más. Covid reprezentálja. Jó, ő Covid. Igen, Covid mondja, eredetileg uborkát hogy szerettük Covid azt gondolja, az hogy tulajdonképpen Nikolics igazság szerint, véleményem szerint Covid vagyok, nem igazán tudja feltalálni vagy megtalálni magát ebben az igazság szerint gyakorlatilag protokoláris funkcióban. Tehát nem találta meg a saját arcát. Nem ehhez szokott? Nem, és azt gondolom, hogy nem tud ezzel mit kezdeni. Tehát úgy eleinte ott akkor még úgy hallatott magáról, eleinte akkor voltak neki, ha jó vagy rossz, tehát most ugye minden vitatható. Lépései, kijelentései, megnyilvánulásai, de igazság szerint most úgy elkopott, megszürkült, és gyakorlatilag második, harmadik vonalba került gyakorlatilag vissza, ugye ezzel az ő helyzetével. Addig a Covid. Szerintem. Jó, hát itt két dolgot is feldobtatok. Az egyik, amit te mondtál, ugye egyszer írtam róla egy portrét, aminek az volt a cím, hogy az árnyék színre lép. Ez akkor, amikor ő lett a Haladók elnöke. Ő a 90-es évektől kezdve, hogy politizálni kezdett, ő mindig ugye akkor sese árnyékában volt. Aztán amikor ő elment Hágába, akkor is hosszú-hosszú éveken keresztül csinálta azt, amit a főnök üzent Hágából, és aztán ez volt az, hogy ő színre lépett. És most két-három év után egy ilyen pozícióba került, ahol ismét tulajdonképpen megvan fosztva azoktól az eszközöktől, hogy ő irányító legyen, és ezért feladta az elnöki pozíciót, amit nagy nehezen szerzett meg, ez az egyik, amit mondani akartam. Másik meg, hogy nincs olyannyira félrelökve, hanem pontosan ezért fog az is megtörténni, hogy január 25-én a Haladóknál rendkívüli párton belüli választási gyűlés lesz, mert van itt egy nagyon kemény áramlat ezen a párton belül is, ezek a radikálisabbak, és ezek mögött ő áll, és itt... Na, igen. Tehát ő szürke eminenciás, te mondtad ezt a szót, hát ő itt így működik. Én mondtam azt a szót. Mindegy, teljesen vagy Covid-e voltál? Kevés időnk van még a műsor első feléből, de szerintem mindenképpen beszéljünk most a szűke pártriánkról. Ugyanis menedékkérők jelentek meg közelünkben, afgáni szomszédaink laknak mellettünk jobbra-balra. Zeci kedvenc témája következik. Az egyik kedvenc témám az érdekes, hogy én ezt megvizsgáltam kettő oldalról. Az egyik az, hogy nagyon jó kis dokumentumfilm van róla, külön, hogy a neten meg lehet nézni, hogy ők ezt hogy élik meg aztán a másik oldal pedig az, hogy ugye hogy jön a sajtóba. Na most ez tény, hogy ugye ők alapvetően, de hát nem ilyen übergonosz emberek ezek, ők szeretnének eljutni különbe. De tényleg, hát nem ez a lényeg, hát nem az ilyen... De... Ez a magyar irodalmi nyelvet olyan szépen használ, hogy übergonosz ember. Igen, az übergonosz. Igen, nem übergonosz emberek, ezek is nem is tehokisták, ugye, hanem egyszerűen arról van szó, hogy szeretnének elmenni Franciaországba, Angliába, stb. Na most... És megrekednek nálunk. De megrekednek nálunk, mert itt aztán brutális a kontroll, és mindig mondják, hogy Hungary big problem. Hát igen, Magyarország így pontosan helikoptert is bevetett bakker, ezt tudjátok? Hát meg ezeket az hőkamerák, persze. Amivel nemrég különben a medvét is megtalálták. Istenem, ezt a medvét visszazavarták a határsértő szerb medvét, visszaüldözték a mocsárba. Hát ugyan. Jó, hogy nem lőtték le végül. És említik, miért egy pakisztáni? Hú, ez sokkal nagyobb. Kettő pakisztáni? Nem, egy vannak köztük nem, egyébként román. Viszályok. Ezt én ki? Tudom, hogy kint a medve volt. A... Nem, a menekülés. A medve és a... Tehát például a líbiaiak nem igazán jönnek ki a pakisztániakkal is fordítva. Tehát, hogy van köztük egy ilyen fajta nézeteltérés. De nagyon durva. Külön ütik fel a táborokat is. Tehát annak idején, amikor ott voltak az Entayuti temetőnél, hát most ott nem igazán lehet már őket megtalálni. Én legalábbis múltkor kimentem, kerestem néhány riportalanyt, és nem találtam. Én erre csak azt tudom, ez a mi tudatlanságunk, meg bocsánat, a mi ostobaságunk, hogy most mi azért, mert nem ismerjük ezeket az országokat, azért leöntjük őket generálszaftól, hogy ezek itt a sötétek, Líbia és Pakisztán között egy földrésznyi és több ezer kilométernyi távolság van. Nyelvi, kulturális és helyjel közel, amit mi nem is tudunk, vallási különbségek vannak, stb. És rögtön visszaadom Covid neked, ugye a mi munkahelyünk környékén ott van egy ilyen pincehelyiség, amelynek a bejáratánál ezek a szerencsétlenek ott szoktak éjszakázni. Én nem láttam még soha, hogy bárkit zaklattak, bántottak volna, szerencsétlenek várják, mit tudom én, szeretnének egyszerűen csak ember módjára élni, ezért vannak itt. És azt, amikor olvastam a sajtóban, hogy és akkor csináltak már gondot? Nem,
de sose lehessen tudni, ugye, ahogy Mici Mackó mondta, volt velük gond, de alapvetően nem gondolom, hogy ők itt a legfőképp veszélyes figurák. Na, innen fogjuk folytatni, mivel most egy picit szünetelünk, 7:30 következik a Szubjektív második része, akkor tovább boncolgatjuk az év eseményeit itt a fiúkkal, górcső alá vetve mindent, külpolitikától kezdve Kate Middletonon át Ferenc pápáig, maradjanak velünk, és 7:30 újra találkozunk.